Még az elejére berakom a control monitort, csak így a biztonság kedvéért, hogy itt... De mondjuk, ha ugye oda teszed magadnak a sarokba, akkor ott Igen, nincs egy idő után kábel. viszont le fog kapcsolni, Ja. mert van egy túlmelegedési határ, de az a wifi miatt van csak. Jó, hát így rendben vagyunk. Na, vágjunk akkor bele, tök jó? Jó. Na, halihó, sziasztok, én Fülöp vagyok, vagy Soma lehet választani, és ez pedig itt a Hétköznapi Kocka nevű YouTube csatorna. Mielőtt bemutatnám a mellettem ülő vendéget, akinek nagyon örülök, hogy itt van, elmondanám nektek, hogy ha tetszik nektek ez az egész, és támogatni szeretnétek a csatornát, akkor mindenféleképpen iratkozzatok fel. Így van, itt a videó alatt látszik a gomb, mellette a csengőt benyomjátok, akkor mindig értesítést is kaptok arról, ha új tartalom érkezik. Valamint, hogyha egy picikét szeretnétek nekem segíteni abban, hogy meghekkeljük a YouTube algoritmusát, akkor lájkoljátok a videót, mert ezzel arra ösztönzitek a YouTube-ot, hogy tovább bossza és egyre több és több emberhez eljusson a, hát reményeink szerint, jó dolog, amit itt csinálunk most már igazából perjel. És hát aki itt van most velem, őt Viking néven ismerhetitek, Így jól van, így mondom, van. és a Kocka Stúdió nevű YouTube csatornáról érkezett. A mi barátságunk már régóta tart, és már erről egyébként majd Szerintem ilyen beszélhetünk. tizenévekről beszélünk már ott, Abszolút, nem? ez gimnáziumi Igen, évekbe igen, igen, nyúlik igen. vissza, amilyen 11 előtt, nem tudom, hogy te hogy érettségiztél, én 11-ben. Én 12-be, Aha, de úgy. még előtte egy ilyen 2-3 évvel mi már Így van, ismertük így van. egymást, Itt World úgyhogy. of Warcraft a játék, amin belül voltunk. És hát mielőtt belevágnánk így ebbe a mai témánkba, ami már itt a címben elárulkodik, már árulkodik nagyon, picikét beszélj már nekem arról, hogy ki vagy, mi vagy, ez a geek kultúra, ez a geek világ hogyan szippantott be, és most miket csinálsz, milyen terveid vannak, én erre nagyon kíváncsi vagyok. Jó. Először is köszönöm szépen a meghívást, sziasztok! Hát ugye, ahogy mondtad is, én viking vagyok, legalábbis ebben a geek berkekben így ismerhettek a legtöbben. Hát a geekkel való kapcsolatom már elkezdődött eléggé gyerekként a Nintendo-val, azt De milyen Nintendo volt? a sárga kazettás. Ó, az abszolút, Igen. ha? Fújkálni Úgyhogy kellett, igen. azzal kezdődött, aztán így szépen mentünk fölfelé a Heroes-okkal, a Warcraft-okkal, aztán így, mikor már így egy normálisabb gépen volt, ugye akkor bejött a WoW, ugye, mint ahogy a barátságunk is látszik, az eléggé nagy szerelem volt nekem, és hát azóta meg így minden, szóval így a szuperhősöktől kezdve az ilyen sorozatokig minden érdekelt, aztán akik ismernek, meg te is tudod, ugye dolgoztam a Barcraftba, és ugye az alapból egy geek tematikájú kocsma vagy bár, és hát úgymond ez a munkám része is volt nekem, hogy ezekkel azért valamilyen szinten képbe kellett, hogy legyek, hogy tudjak beszélgetni a vendégekkel. Nem volt kicsit, hogy is fogalmazzak, sok? Hogy mondjuk a hobbid, és aztán a munkádban is a hobbid? Tehát nem volt besokallás kicsit? Nem, az az igazság, hogy én szeretek ezekről beszélgetni, szóval ebben nem nagyon érzem azt, amikor sok van. Aha. Hogy tudod, amikor úgy biztos neked is van olyan, amit szeretsz csinálni, és egyszerűen örülsz neki, hogyha a munkád is annak a része. Úgyhogy nekem ez ezért nem volt nehéz. Én nagyon élveztem, és egyébként legjobb tudomásom szerint a vendégek is nagyon szerettek. Egyszer, mikor ott hagytam a Barcraftot, mert elköltöztem, akkor nagyon sokáig kerestek, hogy hol a viking, hol a viking, és amikor visszajöttem, akkor is nagyon sokan jöttek le például hozzám csak azért, hogy írtak rám Facebookon, hogy szia, lent vagy, dolgozom, mert akkor lemegyek hozzád. Mert én mindig úgy voltam a vendéglátással, hogy én úgy szerettem dolgozni, hogy olyat nyújtsak, amit én is elvárnék. Mert én nem szerettem azt például a péntekekbe, szombatokba, amikor ment ez a futószalag, ugye mert rengetegen voltak. Én jobban szerettem a hétköznapokat, és nem azért, mert büdös számomra a munka, hanem azért, mert olyankor tudtam beszélgetni a vendégeimmel. Meg tudtam kérdezni, hogy miért pont ezt a koktélt választottad, mondjuk Fizz a kedvenc karaktered a LOL-ból, vagy ilyesmi. És olyan jó beszélgetések születtek ezekből, és hát merem neked azt mondani, hogy a baráti köröm kb. Ilyen 70-80%-a a Barcraftnak köszönhető. Mert egyszerűen olyan jó emberekkel találkoztam ott, és olyan emberekkel, akikkel közös az érdeklődésünk, hogy szinte könyvelhető volt, hogy ebből barátság lesz előbb vagy utóbb. Lehet, hogy hülye kérdés. Honnan jött a viking? Ezt tudom, hogy most itt már Hát, valaki belenéz ebbe a podcastbe, akkor már megválaszolja a kérdést, de attól igen, függetlenül ez honnan jött? ez egy kicsit ilyen vicces dolog, mert ezt a nevet én magamnak választottam, Ja, így?
Felbögtöd a lexikont is? Igen, én nekem ugye nagyon szeretem a viking kultúrát, és amikor elkezdtem növeszteni a szakállamat, akkor úgy gondoltam, hogy előbb vagy utóbb úgyis annak fognak hívni, és dolgoztam még a Jamie Olivernek a budavári éttermében is. Hoppá! És ott az egyik kedves munkatársam elkezdett hívni viking úrnak. És amikor mentem a Barcraftba, ugye ott az ilyen becenevek azért eléggé mennek, ugye hát a gamer világban sokan ugye a nick nevét használja meg ilyenek, és akkor mondtam, hogy én viking vagyok, és akkor ez így rajtam is maradt, és én ennek tökre örülök. Ja, értem, értem. Mielőtt itt bárkiben felmerülne, ez csak egy mondat elég megemlítem, hogy szegény viking barátom éppen sérüléssel küzd, egy válla ugrott ki a helyéről, ne is menjünk be a részletekbe, de hogy ezért is látható ilyen eszeveszett pozícióban. Nem ez a mindennapi. Igen, egy kicsit úgy nézel ki egyébként, mint egy ilyen nagy néger hölgy, aki ekkora csöcsökkel itt ül. Sőt, hogyha egy kicsit fentebb teszem, igen, akkor még olyan, mint a cicim is. Igen, nem. Egy nagy néger csöcs, és akkor megmondod a tutit, mint pedig. Igen. Igazából volt egy hátsó szándékom, hogy ide hívtalak, és erről szerintem előzőleg dumáltunk is. A csatornádon nagyon sok a sorozat tematika. Így van. Pontosan hogy jött az, hogy a sorozatokba vágsz bele, és volt-e valami ihletésed azzal kapcsolatban, hogy a csatornádon minden epizódot ennyire durván kibeszéljetek? Hát az az igazság, hogy úgy voltam vele az elején, hogy miben legyünk egy kicsit másak, mint mondjuk bármelyik másik csatorna, aki ezekkel a dolgokkal foglalkozik, és hogyha megnézzük az ilyen tematikájú csatornákat, akkor leginkább az van, hogy a adott sorozat részből mondjuk a trailer ki van vetítve, és ő elmondja nagyjából nagy vonalakban, hogy mi történik a részben, és úgy nagyjából ennyi, meg még esetleg elmondja a saját véleményét. Viszont én úgy vagyok vele, hogyha én erre vagyok kíváncsi, akkor én megnézem magamnak, és majd én eldöntöm, hogy nekem hogy tetszik. Viszont sok esetben voltam úgy, hogy megnéztem egy sorozatot, és annyira nem voltam benne az adott témában, hogy mondjuk tök jó lenne olyan videót nézni, hogy mondjuk nálam okosabb emberek elmondják azt, hogy ez és ez miért volt a sorozatban. Teszem azt például ugye a Mandalorian-es vagy a Mandalorian-es videókba, azért hívtam olyan embereket, akikről tudván tudom, hogy sokkal jobban értenek a Star Warshoz, mint én, hogy esetleg számomra is, meg ugye a nézőim számára olyan dolgokat el tudjanak mondani, ami mondjuk egy csomó idő, mert mondjuk utána kell olvasni, meg ilyenek, így meg megnéznek egy fél óra, egy órás videót, és abban lehetőleg a legtöbb kérdésükre választ is tudnak kapni. És ezért volt az nekem az a tézisem, hogy próbáljuk meg ilyen podcast szerűségben a kibeszélőket csinálni. És egyébként, tehát ugye mondtad, hogy van egy Barcraftos múlt, meg ugye mondtad, hogy ebből jön rengeteg ebben a témában geek barát. Gondolom a csatorna indulásánál ezekre az emberekre számítottál, így mint van, néző. Így van. És ezért gondolom, hogy őszinték is, de hogy ő például hogy véleményezik ezt a formátumot? Hogy mondjuk van egy 30 perces Mandalorian epizód, és ehhez képest van belőle egy 50 perces kibeszélő. Igen, erről beszélgettünk ismerősökkel is, hogy nem ez sok. És sok esetben minimálisan soknak éreztem, de az az igazság, hogyha megnézzünk, például most ugye itt van a WandaVision, most ugye arról csinálunk hétről hétre ilyen kibeszélőket, hogy olyan sok háttértudást igényel, hogy sok esetben több idő róla elmesélni, vagy elbeszélni a dolgokat, találgatni, hogy mi lehet a dolog hátterében, stb., mint maga a rész. Ugye itt most aztán meg pláne beszélgethetünk az, hogy a mi videóink hosszabbak, mint maga a rész, mert ugye ez egy sitcom sorozatnak van megcsinálva, szóval durván egy ilyen 20-25 percesek a részek, ami kibeszélünk, meg ilyen fél óra és egy óra között vannak. Úgyhogy ezek azért kellenek, mert 20 perc alatt egyszerűen nem lehet minden mögé benézni. Nagyon sok easter egg van ebben a sorozatban. Aha. Rengeteg dolog van, amit meg kell magyarázni. Még nekem is nagyon sok olyan dolog van, amit nem értek. Nekem is utána kell olvasni. És azért kell ezekről így hosszadalmasabban, vagy hosszabban beszélni, hogy adott esetben a nézőimnek több infót tudjunk nyújtani, mint az, hogy csak elmondjam, hogy nekem miért tetszett ez a rész. Aha. Azt biztosan állíthatom, hogy tehát én veled értek egyet, tehát szerintem kell a hossz, mert főleg azért is, mert ugye azért a film meg a sorozat egy vizuális műfaj, persze. És mondjuk egy jelenetben, egy 5 perces jelenetben van rengeteg információ, amit kibeszélni hosszabb, mint megnézni, mert ugye ott kapjuk, ez abszolút így van. Hát ellátnak minket most sorozattal, szerintem, és még mindig bejáratnál vagyunk, tehát hogy hát még igen. Itt a bejelentéseknek még a 10%-a se jött ki, és akkor most pluszban még rájön a korona, de otthon vagyunk, meg hasonlók.
Hogy érzed egyébként ezt az egészet? Tehát, hogy az, hogy sorozat, mint műfaj, ennyire beszivárgott? Hát szerintem azért tudott ez most ennyire így beszivárogni minden napjainkba, mert ugye hát sajnálatos módon a mozi konkrétan most halott. Igen, ez így van. És ez egy nagyon sajnálatos dolog, viszont a kiadók szerintem nagyon jól ráéreztek arra, hogy az emberek otthon vannak, home office, karantén, stb. Stb. És a VOD szolgáltatások, teszem azt a Netflix, az HBO Go, a Walt Disney Plus, hogy ott viszont nézik az emberek, mert most, hogyha belegondolsz te is, hogyha nincsen mit csinálod, és nincs kedved játszani, akkor mit csinálsz? Leülsz a tévé elé, bekapcsolsz egy Netflixet, vagy bármi ilyesmit, és megnézed. És az az igazság, hogy például most nagyon fellelhető ez a dolog a Marvelnél. Ugye a Marvelbe úgy volt, hogy az új fázist azt a fekete özvegyel fogják behozni, de ugye az egy mozifilm. És a vírus miatt annyira tologatni kellett, hogy majd ekkor lesz neki a premierje, hogy szerintem már úgy voltak vele, hogy nem akarnak kifutni az időből, és akkor gondoltak egyet, hogy akkor legyen egy sorozatból. És szerintem erre nagyon jól ráéreztek arra, hogy az emberek most erre tudnak úgymond megmozdulni. Ugye a moziba most nem tudunk elmenni, viszont otthon ez olyan szolgáltatásokról beszélünk, amik nem azt mondom, hogy olcsók, de mondjuk egy adott szolgáltatás, mondjuk egy HBO Go szerintem az nem egy olyan vészes dolog Értem, egy hogy mondasz. hónapra lebontva. Igen, és akkor ez a másik, azt mondtad, hogy egy szolgáltatás. Tehát ugye egy kapásból mondjuk szerintem a geek dolgokkal kapcsolatban szerencsések vagyunk, mert azért, hogyha a Star Wars Marvel egy helyen van, az a Disney Plus, és akkor jó, befizettem azt a tudom, 3000 forintot, és akkor Disney Plus nézek. De azért a Netflix is rohadt sok mindent gyárt, akkor az még Hát 3000, és igen. sorolhatnám. Meg sajnos mi még a Disney Plus csak néznénk, mert itthon még Disney Plus nincs Igen, hát is. azt úgy le kell itt Úgyhogy illegálkodni. igen. Azt hiszem tavasszal indul ez Ha jól valami? tudom, ebben az évben Vagy csak pontos ennyi? információt nem tudok Aha. róla, meg hülyeséget meg nem akarok mondani, de az most nem biztos, hogy nem fogok, Nem. de pontos infóm nincsen róla. Igen, ez így eléggé necces, mondjuk így sokszor kihagyják kis hazánkat az ilyen nagy buliból, ez így érthető. Hát igen, de mondjuk ha azt nézzük, a Disney Plus az így kb. Most ezekkel a bejelentésekkel nyomott egy olyan repülőrajtot, mert hogyha megnézzük, eddig a Disney Plusnak volt egy nagy ágyúja, ugye a A Mandalorian, Mandalorian, így van. és én nem is nagyon tudok olyan sorozatot, ami úgy még Walt Disney Plusos lett volna, és olyan fú, de nagyon sok embert megmozgatott volna. Ennek ellenére lehet, hogy van, én ezt nem mondom, hogy nincs, csak az nem az én érdeklődési körömbe tartozik bele az a sorozat. Viszont ugye azt is nézni kell ezeknél, amit ugye mondtál az előbb, hogy ugye van Netflix, van HBO, stb. Stb., hogy valamilyen szinten meg kell őrizniük, valamilyen szinten muszáj nekik olyan dolgot adni, amit máshol nem kaphatnak meg, mert így tudnak versenyben maradni. Ez olyan, mint például az Xbox vagy a PlayStation-nek a versengése, ugye, hogy most ha megnézzük a PS-t, ott ugye nagyok az exkluzív játékok, azok nagyon jók, a Microsoftnál ott van, hogy már igazából egy telefonnal is tudunk Igen, játszani, tényleg igen. hogy mindenkinek megvan a maga prioritása. A Walt Disney-nek van egy olyan óriási nagy szerencséje, hogy olyan nagy jogokat birtokol, hogy egyszerűen a siker az könyvelhető, mert a mai világon szerintem nagyon kevés olyan ember van, akit a geek kultúra minimálisan is érdekel, és mondjuk nem szeretni a Marvel filmeket, nem szeretni a Star Wars-ot. Szóval olyan dolgok vannak a kezükben, amik így instant sikerek lesznek valószínűleg. Azt hozzá kell tenni, hogy viszont szerencsére, mert nem tudom, hogy te hogy vagy vele, én az új Star Wars érát nem szeretem. Az új Mármint az új trilógiát, filmeket. igen. Igen, Megmondom igen. őszintén, hogy azt hiszem egyszer tudtam végignézni mind a három részt. Én nagyon utálom, de ez csak az én véleményem. Nyilván lehet, hogy bennem van a hiba. Viszont a Mandalorian-t azt olyan patikára megcsinálták, és ott látható volt a rendezésen, a forgatókönyvíráson, hogy olyan embereket raktak a sorozat mögé, akik szeretik. Ugye Joe Favreau, azt hiszem, Így nem, és nem, Dave Filoni a igen. két fő Szóval, alkotó. hogy ők imádják ezt. Abszolút, És ők látszik is rajongók, rajtuk. tehát a Jon Favreau ki is jelentette, hogy tehát neki a Star Wars volt az a film, ami elindította őt a Így van. filmezésen, és nagyon látszik rajta, így van. Még egy általános kérdés, és aztán bemegyek a konkrétumba. Sokszor szoktam ilyen érvet hallani a videójátékok ellen, hogy hát én azért nem merek videójátékozni, mert hogyha én oda leülnék, akkor arra minden időm elmenne, engem beszippantana, és akkor nem jutna időm munkára, nem jutna idő tanulásra. Ezt nagyon sokszor hallom, ezt az érvet.
De olyan embertől is hallom, aki viszont Netflix előfizetésen csücsül. Tehát nekem van egy elméletem, és nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy erre, hogy reagálsz, hogy szerintem a videójáték az egy aktív szórakozás, és lehet, hogy magamból indulok ki, de azért egy húzamban eszeveszett több órát kibírni, az fizikai fájdalom. Tehát azért nézem, mikor valaki 12 órás streamet csinál, hát nem cserélni. Vagy a 24 órás igen. stream. Viszont, ha én este 8-kor leülök egy sorozat elé, hajnali 5-ig néha fel se állok. Tehát előfordul. Igen, vannak olyan sorozatok, érted? Amik egyszerűen beszippantanak. Igen, és... de érted, hogy mire akarok kiukadni? Tehát, hogy egy picikét csak erre a negatívumra is rávinném a dolgot, hogy például ez, hogy ilyenfajta negatívumot te érzékelsz, hogy igen, és időrabló, beszippantó? Szerintem ez egy olyan dolog, hogy most csak, ha csak a gyerekkoromra így visszanézek, nagyon sok ismerősömnek a szülei hazamentek mondjuk munka után, megcsinálták a kis dolgukat, és leültek a tévé elé, és mm-hmm. nézték. És hogyha a gyerek ugyanezt csinálta, csak teszem azt, ő játszott, akkor hát egész nap a gép előtt is csak játszott, nem csinál semmit. De mi a különbség? Szóval most az, hogy ülsz egy monitor vagy egy tévé előtt és bámulsz ki a fejedből, az nem feltétlenül biztos, hogy tud bármire is tanítani. A játék sem feltétlenül, viszont a játékban vannak olyan lehetőségek, most, hogyha például a multiplayer játékokat nézzük, hogy az ember tud barátkozni, tud kapcsolatot építeni. Alapból nagyon sok olyan gyerek van, akinek a kommunikációs készsége, főleg azok, akik ezeket a játékokat annyira szeretik, enyhén fogalmazva is nem a legjobb. Ott viszont kibírnak teljesedni, ott nem látják az arcukat, lehet, hogy az nekik az egy olyan közeg, ahol sokkal jobban meg tudnak nyílni. Én nem tartom azt jó dolognak, hogy annyira úgymond leszólják azt, aki játszik, mert az is ugyanolyan időtöltés, mint hogyha a tévét néznéd, csak ott például mozgatnod kell az egeret, nyomkodnod kell a billentyűzetet, a tévénézésnél meg csak ülsz a tévé előtt, aztán bámulsz. Igen, csak ugye arra akartam kiukadni, hogy például egy Netflixnél, és egyébként szerintem erre rá is játszik, ugye ott az van, hogy itt egy évad, hogy lesed. Igen. És az, ez az évad az sokszor egy, hát nem egyszer, akár 13 óra is lehet. Én most a Titánokat végeztem ki a Netflixen, és ott egy 13 epizód volt egy rész, és egy rész 50 perc. Tehát, hogy nem érződött olyan hosszúnak, mint egy Trónokharca, de 50 perc volt. És azért azt, hát most bevallom férfi, és ledaráltam egy két nap alatt, de hát most képzeld el azt, hogy ez a szabadidőm nagy része azzal ment el, hogy ültem persze a fenekemen, és csak néztem ki a fejemből. Tehát, hogy azért van egy ilyen fajta negatívuma is ennek, nem? És nem fenyeget egy picit az, hogy a ilyen fajta kultúrafogyasztásunk így átkattan ebbe? Mert tudod, mondjuk egy mozinak van egy élményszerűsége, persze, és annak véget ér. Ugye mondtad a tévét is, hát ott is leültek persze, de egy óra után vége volt, a barátok köznek becsuktuk. Igen. És itt ilyen nincsen, itt ilyen never ending van, még egy rész, még egy rész, hát, még egy rész, nincs be, ne az egy az kis félelem ezzel kapcsolatban? Hogy így itt az embernek a saját jó döntésére kell bízni a saját magát, mert most az az igazság, hogy ha megnézzük mondjuk minket, szerintem mi nagyon jó példája vagyunk ennek, hogy én bevallom őszintén, hogy mikor ilyen nagyon fiatal felnőttek voltunk, ilyen 17-18 éves koromban. Igenis emlékszem, hogy pénteken hazaértem a suliból, fölmentem WoW-ra, aztán ugye a klántársakkal, és nevet nem akarok mondani, tudod, kiről beszélek, elmentünk, megittunk egy-két sört, beszélgettünk, hazamentünk, szintén föl WoW, lefeküdtünk, már reggel 6-kor keltünk, mert nyomtuk a napi questet, mert délután mentünk raidelni, stb. Stb. És tény és való, hogy elvitte az időmet. Viszont nem tudom azt mondani, hogy én azt megbántam, mert például olyan barátságok alakultak ki így a klántársak között, mint például veled, vagy például egy nagyon kedves másik klántársunk, mikor visszaköltöztem Budapestre, ő nekem jött segíteni költözni. Úgy, hogy élőben talán találkoztunk 4-szer. Uh-huh. És a konkrét barátságunk kezdete meg már több évre visszanyúlik. Szóval én ott olyan embereket ismertem meg, hogy a mai napig, hogyha ráírok például, hogy Mizu, tök jól el tudunk beszélgetni, és ezt én most csak azért, hogy elmondhassam azt, hogy mert most én ezt vagy azt csináltam gyerekként, vagy fiatal felnőttként, én ezt nem szívesen adnám oda bármi másért. Aha, értelek, értelek. És közben még gyerekként is, vagyis ilyen 17-18 évesen is megtaláltam magamnak a balanszot, mert jártam küzdősportolni is, meg stb. Stb. Tény és való, hogy volt, amikor az egyik prioritásban volt,
De szerintem, hogyha az ember jól gondolkozik, és nem hagyja magát olyan szinten beszippantani, akkor meg tudja találni az egyensúlyt. Én ezt úgy gondolom. Tény és való, hogy vannak olyanok, akiknél elmegy a ló, de én azt nem a játékok, nem a filmek, nem a sorozatok hibájára írnám, hanem szerintem az egy egyéni hiba, amit az embernek saját magában kell megkeresnie. Érthető. Hogyan lehet szerinted mondjuk egyensúlyt találni? Mondjuk maradjunk most tényleg annál, hogy valaki mondjuk a karantén alatt, ez csak egy elméleti kérdés, tehát nem kell most megfejteni, de tényleg kíváncsi vagyok, hogy te mit gondolsz, hogy ott van a karantén, home office, és ott van egy Netflix előfizetés. És múltkor mondta egy ismerősnöm például, hogy ő végignézte a Netflixet, ezt így kijelentette. Ott, hogy látta a stáblistát, hát a végén. Tehát, hogy, jó, ez most lehet egy túlzás, de hogy lehet ebbe egyensúlyt találni? Mi az, amivel ki tudod magadat onnan szedni? Hát az az igazság, hogy nekem, én tudom, hogy én hogy tudom magam kiszedni, de ezt na, nem mi mindenki a mondhatja el magáról. Nekem ugye van egy kutyám. Na, hát ez egyébként nem rossz ötlet. És ugye én amúgy is világéletemben imádtam a kutyákat, nekem óriási nagy álmom volt, hogy legyen egy kutyám, és én alapból egy olyan kutyafajtát választottam, ő egy beagle egyébként, hogy ő nagyon mozgásigényes. És én tudtam magamról, hogy bár szeretek sétálni, de most csak az, hogy én random lemenjek sétálni, hát nincs az az Isten, aki engem ki tudna robbantani otthon a LOL vagy a TFT elől, viszont úgy, hogy ott van Loki, ő egy olyan mindennapi kötelezettségem, hogy muszáj vagyok vele lemenni. Mert elkezd nyűszíteni, elkezd hisztizni, és akkor muszáj vagyok vele lemenni. Meg egy az, hogy szeretem annyira, hogy nem tud annyira beszippantani mondjuk egy játék, hogy naponta akár egy ilyen órát, fél órát ne ülnék le, és ne játszanék vele amúgy a sétáltatás mellé még. Aha, értelek. Akkor menjünk el kicsit a konkrétumra. Kíváncsi vagyok rá. Elsődlegesen arról, amiről szerintem már egyébként beszélgettünk elég hosszasan és érdekesen, és ez például az, hogy Marvel sorozatok érkeznek a Disney Plus-ra. Mennyiben lesz ez teljes értékű Marvel tartalom? Tehát csak a nézők miatt elmondom nekik is azt a példát, hogy én például ugye néztem a Shield ügynökeit. És egy idő után azért hagytam abba, mert azt éreztem, hogy nem vagyok kíváncsi a vizes hordó fiú történetére, amikor én a focista történetét akarom nézni. Azért egy Marvelnél elválható egy ilyen. Igen. És ugye ott volt tényleg az, hogy már csak annyira redukálódott, hogy utalgattak így, hogy van valami, ami tényleg Marvel, de itt mi a háttérben elbújunk. És hogy például ezek az új sorozatok tényleg az A-színészekkel jönnek. Tehát olyan Sólyom is télkatonája lesz, nem? Igen, de előtte WandaVision is van hát most. Úgy van, azt hiszem, hogy ugye most van a WandaVision. Hát ők A-kategóriás. Aztán májusban jön a Loki. Ne hülyeskedjünk, igen. És ugye, amit te is mondtál, ugye a Sólyom és a télkatonája. Tehát ők filmbeli nagy szereplők, igen. Nagy karakterek, és ők most kapnak egy sorit. De a filmek ugye azért voltak rohadt jók, kurvát akartam mondani, de maradjunk a rohadtnál, mert hogy átjárás volt. Tehát bármikor megjelenhetett egy Thor 2-ben, egy Amerika kapitány, egy izé. A sorozatoknál szerinted várható ilyen? Hát én úgy gondolom, hogy igen, nem feltétlenül biztos, hogy az A-kategóriás színészek. Megmondom őszintén, hogy nekem erre van egy tézisem, hogy miért. Na. Most ugye, ha megnézzük, a sorozatok szerintem most azért kerültek ugye előtérbe a Marvelnél is, mert ugye itt a vírus. Ez tiszta. Ez abszolút. Ezen tovább is mehetünk. Én úgy gondolom, hogy sok esetben egy sorozattal sokkal jobban el lehet mesélni egy történetet. Erre például nagyon jó példa a Trónok harca. Most ha a Trónok harcából csináltak volna, mondjuk nem is egy trilógiát, de mondjuk minden könyvről csináltak volna egy filmet, azért abban annyi politika, annyi ármánykodás, annyi történet szál volt, hogy ezt egy, mondjuk menjünk a Gyűrűk ura vonalán, egy 2-3 órás filmben nem lehetett volna kibontani. Úgyhogy a sorozat szerintem azért is sok esetben jobb, mert a történetet sokkal részletesebben, sokkal érdekesebben ki tudod bontani. Viszont most, ha megnézzük a WandaVision-t, már ott is van az, hogy jöttek filmes karakterek, mert például a hölgynek a nevét most nem tudom, és tudom, hogy ez nagyon gáz, de a Thornak a párjának az asszisztense, tudom. A Wu-nak is, ők most benne voltak, ja bocsánat, spoiler, szóval, hogy ők benne voltak a sorozatban.
ami olyan, hogy kikacsintás a filmek felé. De ők szintén a filmekben mellékszereplők voltak. Véleményem szerint azért nem hívnak még, vagy azért nem fognak hívni A-kategóriás színészeket, mert teszem azt például egy Vasember cameo, ugye szerintem többe kerülne, mint maga az egész sorozatnak a költségvetése. Igen, de én nem is attól félek, hogy mondjuk egy Vasember, hanem a télkatonája megjelenhetne a WandaVision-ből télkatonájában, mert azért az ők, tehát az is volt, hogy mondtad, hogy a sztori, tehát a karaktereknek már azért egy elég komoly sztoria van. Így van. Tehát a szemünk láttára végigment már egy sztoriuk, eredett történet is akár, és sőt, hát a télkatonája, ne hülyeskedjünk, az igen, második, vagy harmadik az Marvel film óta, de, így van. És hogy tehát igazából arra fogok kiukadni, hogy ezeket érdemes-e megnézni. Tehát ugye mi visszatérnek a filmek, és érdemes-e megnézni ezeket a sorozatokat, úgyhogy mi azért kapjuk ezeket a filmeket. Hát véleményem szerint, de ez csak az enyém, én 100%-osan azt tudom mondani, hogy igen. Megmondom neked őszintén, hogy már csak azért is, hogyha valaki szereti a Marvel filmeket, a WandaVision az kötelező. Már csak azért is, mert ezzel indul a negyedik fázis. Gyanítom, hogyha valaki... Ez hivatalos, hogy... Ez hivatalos. Aha, igen. Hogyha valaki mondjuk csak megnézi majd a Fekete Özvegyet, vagy például megnézi majd az új Doctor Strange-et, szerintem lesznek neki olyan dolgok, amiket csak akkor fog megérteni, hogyha megnézi a WandaVision-t. Ó, aha. Na, erre akartam kiukadni, tehát akkor ez így abszolút szerintem, részes eleme szerintem lesz. Kötelező lesz, csak úgy, hogy lesz olyan, amit a moziba kell, hogy megnézzünk, meg lesz olyan, amit otthon kell, hogy megnézzünk. De például ugye most a legutóbbi résznél én megmondom neked őszintén, hogy csak annyit tudtam mondani, hogy azt a kurva, mikor vége lett a sorozatnak, ugye vége lett a rész, és a párom is csak így nézett, és nem bírtam abba hagyni. Egyszerűen annyira jó volt, és 25 percről beszélünk. 25 perc. És olyan jól megcsinálták, hogy nekem gyanítom, hogyha végignézném mondjuk az elejéről majd az évadot, hogyha kijön, akkor kenterbe tud verni egy-két Marvel filmet. Látványra nem biztos. Jó, a Mandalorian ezt már megcsinálta. Igen. Tehát nálam a Mandalorian kenterbe ver egy-két filmet. Tehát, hát nem is egyet. Szegényeket úgy szídjuk, tehát tudom, mindig szídjuk azt a három részt, mármint én megmondom őszintén, mivel én ezzel nőttem föl, én nekem nem olyan nagy szidalom, de ugye az előzmény trilógia. Igen, de például ott van, hogy de csúnyán öregedett az azért, Máté. Már viking. Kivágom. Nem bakarom. Nem, mindegy. Szóval, hogy tehát az nagyon csúnyán öregedett. Persze, de... Ez a bajós árnyak. Ez olyan, hogy most fognak legjobban megkövezni, nekem a Sith-ek bosszúja a kedvencem. Én is bírom a Sith-ek és bosszúját. És az új, nem új, de úgymond a... Régi, az előzmény trilógia, így van. Igen. Hogy én például nekem az első találkozásom a Star Wars-szal az a bajós árnyak volt, és ó, ez milyen jó. Én nem is tudtam, hogy van... Ugyanaz a generációt, tehát nálam is ez volt, így van. És lehet, hogy annak, aki most megnézi az új Star Wars trilógiát, és azzal találkozik először, neki meg az lesz a totum faktum. Ez szerintem olyan, ez egy ilyen generációs kérdés, hogy te is mondod, hogy nem mindegy, hogy mivel találkozol először. És hogy érnek a behatások. Mert merem állítani, hogyha mondjuk az új reményt láttam volna először, akkor szerintem nekem se az új, vagy az előzmény trilógia lenne a kedvencem. Én ezt így gondolom, és gyanítom, hogy az idő az új trilógiát is meg fogja szépíteni, hogy én abszolút megértem azt, akinek ez tetszik. Nincs azzal semmi baj, ez csak az én véleményem, én nem szeretem. De lehet, hogy mondjuk, ha egy 4-5 év múlva leülök elé, és megnézem, akkor lehet, hogy változik bennem valami, és azt tudom mondani, hogy igen, ez élvezhető. Igazából mindenféleképpen szerintem az új trilógia, hát új trilógia szerintem ilyen be fog süllyedni a fiók aljára, de azért fog fennmaradni valamennyire, mert ahogy megcsinálták, az a látványban, minőségben időtálló a film. És azért, mert, hogy is fogalmazzak, meg van csinálva. Tehát, hogy a bajós árnyaknak, és inkább a Klónok Háborújának, de a bajós árnyaknak is, az volt a baja, hogy nagyon túl volt lőve a CGI, ami rondán öregszik. Viszont az új trilógiák, azok le vannak forgatva, tudod. És a Mandaloriannek nálam ez a legnagyobb előnye. Maszkok vannak, díszlet van, kellékek vannak, helyszínen van megoldva egy robbanás, emiatt lehet, hogy gagyibban néz ki, de nem úgy néz ki gagyibban. De igazibban is néz ki. És attól függetlenül van CGI,
de hát ott van például ugye Grogu, a Baby Yoda. Ja, hát az egy báb, drága, az olyan gyönyörű. Drága volt az a bábú, nem, hogy amikor elmondták a színésznek, alig merte megfogni. Hát ez elképesztő. De például ugyanez a színész ágált, és fel volt háborodva, hogy a John Favreau-ék, ez a német színész, aki azt a birodalmit játszotta, és így szegény macskám most kezdett rá a nyávogásra, ne foglalkozzatok vele. Szóval ugyanez a színész viszont meg hallott egy beszélgetést, hogy lehet, hogy CGI lesz mégiscsak Baby Yoda. És ő felháborodott, és ő úgy nyilatkozott, hogy úgy védte meg a bábot, mint egy kollégát. Uh-huh. És azt mondta, hogy nem, ez egy kolléga, nem bánhattok így a kollégával. Én örülök neki, hogy ezt így megőrizték, és egyébként, amit még hozzátennék, hogy az én véleményem szerint a Mandalorian sorozat azért fogja kiállni az időt, mert a sorozaton kőkeményen lehet érezni, hogy akik csinálták, az, amit ugye beszéltünk, hogy nagyon szeretik magát a Star Wars-ot, de nagyon sokat merítenek Lucasnak a munkásságából. Szóval például ott volt azt hiszem a harmadik rész, amikor Ahsoka a helytartóval küzdött. Igen. Az például tökre olyan volt, mintha ilyen szamurájos feelinge lett volna, ugye annak a kertnek, ami ott meg volt csinálva. Vagy például ott volt azt hiszem az a második rész volt, amikor volt a homokdűnében az a sárkány. Az első volt, ez az első rész. Igen. És akkor ott volt az a western jelenet, meg ilyenek, és Lucas ő megmondta annó, hogy az ő munkásságát nagyon nagyban befolyásolták a régi japán filmek, a western, meg ilyenek, és ezek fellelhetőek a sorozat részekben. Igen, de ezek egyébként így a szemnek is jól mutat, tehát jól esik látnom ezeket a jeleneteket így ilyen fajta vágásban. És hogyha mondjuk még itt tartunk ennél a dolognál, akkor azt fontos elmondani, hogy azért szoktam néha bambán nézni, mert direkt megvártam ezt a beszélgetést, nem kezdtem bele a WandaVision-be, hogy legyen itt egy hülye is, tehát hogy tényleg, hogy a másik mellett tudjak érdeklődni és nagyon sok mindennel kapcsolatban, hogy ne nagyon menjen, de hogy mondjuk egy WandaVision-t minőségben hogy látsz? Mert nálam például, és akkor visszacsatolok erre, Marvel sorozatoknál meg Shield ügynökeinél azért kilógott néha rólább minőségben. És itt megkapjuk azt a minőséget, amit elvárunk? Hát most nem arra gondolok, hogy Thanos bolygókat dobál, de hogy a smink, a jelmez, a kamera. A Shield ügynökeit én néztem egy darabig, nem emlékszem, hogy melyik évadnál hagytam abba, viszont... Nem véletlen. Viszont azt kell, hogy mondjam, hogy a WandaVision-nél nem azt érzem, hogy ez egy sorozat, hanem azt, hogy ez, hogy mondjam, tényleg érzed, hogy ez az univerzumnak a része, ugye a filmes univerzumnak a része. Lehet, hogy ez azért is van, mert tudom, hogy ezzel kezdődik majd a negyedik fázis, de én nem érzem azt egy percig se, hogy ez csak ilyen töltelék sorozat lenne. Pedig azt hozzá kell tenni, hogy ha megnézzük, ezzel nem mondok el nagy titkot, ez a sorozat egy szitkom. Régi szitkom szerűen van megcsinálva, de élvezhető. Én minden részt élveztem, és nagyon sajnálom, hogy ilyen rövidek. Jó, hát a sitcom rész az nyilván egy ilyen 20-25 perc, szóval más nem is várhattunk tőle, de én nagyon várom, most is már péntek van, és egyszerűen alig várom, hogy holnap a párom hazajöjjön, és megnézzük. Tűkönülve várom, és ugyanezt például egy Shield ügynökei nem váltotta ki belőlem, úgyhogy nem tudom, hogy ezzel megválaszoltam el a kérdésedet. De abszolút. Abszolút tudom ajánlani. Beengedjük a macskát. Kérsz valamit inni, vagy bármi? Nem, nekem még van, köszönöm. Mindjárt feljön hozzám, barátkozunk, ugye? Igen. Na jó, most megpróbáljuk akkor úgy, hogy itt a macska. De ezt nem tudom, hogy fog elsülni. Macskákat mindenki szereti, nem? Én is szeretem a macskámat, csak hát kicsit... Így legalább csöndben van. Kicsit így felevelem. Itt van. Hello. A dorombol is. Úgyhogy. Na hát, ha megnyugszunk. Na jól van. Jön barát. Na most itt a macskás intermezzo után vagyunk, tehát kijelenthető akkor, hogy szerinted ez az egész Disney Plus irányzat az egyébként jó, tehát jó irányba megy? Én úgy gondolom, hogy teljes mértékben jó és érdekes irányban, aztán az, hogy majd a siker úgymond elmámorítja majd őket, hogy lejjebb adnak a minőségből, amit nagyon remélem, hogy nem tesznek, akkor lehet, hogy el tud menni majd egy rossz irányba, de az eddigiek alapján én ezt nem érzem. Nekem eddig teljesen pozitív ez a Walt Disney pluszos éra, ez így a sorozatok terén. Arról nem is beszélve, hogy rengeteg sorozatot bejelentettek. Most ha például csak a Star Wars-ot nézzük, hát én se tudok
teljes, ugye nem tudom az összeset, de vannak olyanok, például a klónosztag, nem jut eszembe, Bad Batch, az például számomra az nagyon város és nagyon érdekes, de ott van például a Boba Fett sorozat, az arra nem. is nagyon kíváncsi vagyok, ott van az Ahsoka sorozat, hát azt alig várom. Amit nem tudok hova tenni, ez az Andor. Andor a bolygó. Igen. Andor. Igen. Mert hogy ugye én is csináltam egy ilyen, igen, most a macska itt lesz kicsit, hogy mert én is csináltam ugye egy, hát én egy összefoglalót csináltam ebből a dologból, akkor nem láttátok, akkor ugye Krisztián mutatja, hogy az ibetűhöz lehet kattintani, de hogy ezt az Andor sorozatot, ez most mi? Mert megmondom őszintén, hogy én ezt nagyon szerettem a Zsivány egyest, de a Zsivány egyes valahogy egy picit úgy éltem meg, mint hogy is fogalmazzak, mint a Hobbitot. Hogy van egy kupasznyi karakter, és az a kupasznyi karakter csinál valamit, de hogy én nekem fel kelljen sorolni, hogy ki kicsoda ebből a kupaszból. Hát, igen. És miért pont akkor ez? De erről mi a véleményed, vagy te látsz ebben valamit? Hát, olvastál utána? Megmondom őszintén, hogy az én fantáziámat sem mozgatta meg annyira. Hát akkor ezzel nem vagyok egyedül. Biztosra veszem, hogy meg fogom nézni. Aha. Nem tudom, így az első két rész után meglátjuk, hogy lesz-e belőle majd kibeszélő is, hogy mennyire lesz érdekes. Az is most jön a közeljövőben, nem? Igen, pontos adatokat nem tudom, de azok a sorozatok, amiket így bejelentettek, ha jól tudom, így 1-2-3 éven belül ezek meg fognak érkezni. Úgyhogy nem tudom, hogy mire számít, csak megnézzük, aztán majd kiderül. Amik számomra ugye nagyon városok, ugye, amiket beszéltünk. Obi-Wan-t ne hagyjuk ki azért. Azt ne hagyjuk ki, mert nekem is most jutott eszembe. Az egyik zászlós hajó szerintem így, ha a sorozatokat nézik. Megmondom őszintén, hogy már szinte annyira régóta van ez az Obi-Wan, igen, hogy már igaz, néha az már az is felejti az ember, hogy annyira benne van a köztudatban, hogy ez jön, és hogy Ewan McGregor, meg igen, most mert már ugye Hayden Christensen. Igen, az elején ugye csak mondták, hogy jön, aztán azt mondták, hogy mégse jön, aztán már az ember szerintem nem tudta eldönteni, hogy akkor most ebből lesz-e valami, vagy nem lesz belőle valami. Igen, mert egyébként szerintem az adott nagy löketet ennek, ami most itt a Disney Plus-szal történt. Mert én ezt is megmerem kockáztatni, hogy ha van egy rosszul sikerült Mandalorian, akkor lehet, hogy nem kapunk Obi-Wan sorozatot. Hát igen, de szerencsére nagyon jól sikerült. Ott is vannak ilyen forgatókönyvbeli problémák elvileg, én ezt hallottam. Igen, meg az az igazság, hogyha megnézzük például az első évadot, én azt is nagyon szerettem. A Mandaloriannek, nem? Igen. De a második az például az olyan, mintha két szintet feljebb mentünk volna. Igen. Pedig ugyanarról a sorozatról beszélünk, csak egy másik évadról. Viszont azt hozzá kell tenni, és ezt már nagyon sokszor elmondtam a videóimban, nem tudom, hogy ezzel más is így van-e, de például nagyon sok olyan sorozat van, aminél szerintem az első évadot az túl kell élni. Ezzel egyetértek. Vagy az első pár. Rebels, ha már Star Wars. Én imádtam az elsőt, komolyan? Annyira gyerekes volt. Egy-két résznél úgy fogtam a fejem. Amikor tudom, kiszínezik a T-Fighter, hát... Szerintem az jó pofa. Ha, Úristen, ne hülyeskedj már, az nem kellemetlen volt. Nem akarok ilyen snob lenni, mert én is imádom a gyerek cuccokat. Én hülye, hogy Heroes Akadémiát nézek. Szerintem az azért... Én azért szeretem, nekem, vagy az nekem azért tetszett annyira, mert hogyha megnézzük például a Rebelsbe az elején, akik ott voltak, nem feltétlenül az olyan fú de nagy hősök voltak, hogyha azt nézzük, hanem úgymond inkább ilyen hétköznapi emberek szintjén mozogtak így az elején, és hát ugye ők maguk nőtték ki magukat ugye lázadókká idézőjelesen, és szerintem nagyon jó volt, hogy ezt így megmutatták, én élveztem. Ja, az nagyon pozitívum volt, és ezt azt hiszem, hogy Kenny DeVan megvan? A retrosságot csinálja YouTube csatornán. Nem pár. Hát ő is, filmekkel foglalkozik ő is, és ő mondta azt, csinált egy ilyen mitől lehetne jobb a Star Wars 10 pont. És az egyik pontja az volt, amivel tök egyetértek, hogy itt van egy galaxis tele fajokkal, és én nem akarok embereket látni. És ebben tök igaza volt, mert az új trilógiának szerintem ez volt a legnagyobb baja. Hogy volt egy fehér nő, volt egy néger srác, volt egy fehér csávó, volt egy régi fehér csávó, volt egy régi fehér csaj, volt aztán egy ázsiai, mert azt mondom kínai, akkor felborodnak, hogy japán, mert máshogy van a szög a szeménél, tehát hogy és ebből semmi rasszizmus nincsen, tehát itt láttunk emberi rasszokat. De tele van, hát jó, Csubakka ott volt, húrá. És például a Rebelsnek ez egy nagy pozitívuma, hogy ott azért Twi'lek a pilóta, és hogy, tehát, hogy ez egy tök jó dolog. Szerintem ezt azért lehetett megcsinálni animációs sorozatban, és kevésbé egy élőszereplős filmben.
Szerinted ez akadály? Szerintem nem az, hogy akadály, szerintem ez szintiszta üzlet. De mi ebben a biznisz szerintem? Hát már csak az, hogy most ha egy sima embert nézünk, akkor nem kell annyi sminket, nem kell annyi maszkot csinálni hozzá, stb. Én ezt így gondolom, lehet, hogy ez teljesen hülyeség, de szerintem megrajzolni egy kitalált fajt sokkal egyszerűbb is animálni, mint teszem azt ugyanezt megvalósítani egy élő szereplős dolog. Hát de szerinted pont egy Csillagok háborúja költségvetésű filmben ez nem megoldható? Igen, és úgy mondom ezt, hogy szerintem ciki, hogy azért a Marvel filmekben több más fajút szóval látunk, mint egy Star Wars filmben. Azt nem tudom, mert nem tudom, hogy ez mennyire igaz-e, én ezt hallottam, hogyha hülyeséget mondok, akkor majd a komment szekcióba kijavítanak, de például azt tudom nagyon jól, hogy történetileg úgy van megmagyarázva, hogy például a 4., 5., 6. részben, ugye amikor még a birodalom ereje tejében van, hogy akkor azért nem látunk annyira benne más fajokat, mert kvázi Palpatine ő rasszista volt. Szóval, hogyha megnézed, a birodalmi tisztek közül nagyon keveset tudsz olyat mondani, aki nem ember volt. Aha. Ugye, akiről én speciál tudok, az Thrawn admirális, ugye a Rebelsbe, de ő is azért, mert ő meg olyan stratéga volt, hogy még az uralkodó is elismerte. Nem tudom, hogy ez igaz-e, vagy ez csak egy ilyen rajongói teória. Én nem tudom, nem emlékszem pontosan, hogy én erről kivel beszéltem, de szerintem ez tökre ráúszható lenne. És tökre megmagyarázna az egészet. Nem tudom, hogy az új trilógiában miért gondolták így. Én ezt tudom látni mögötte, lehet, hogy ezen akartak spórolni, vagy nem tudom, de ugyanakkor azzal is teljesen egyet tudok érteni, amit te mondasz, hogy például egy Star Wars ezen akarna spórolni. Szóval igen, mondtad a WandaVision-t. Tehát a Vision-t játszó színész 4-5 órákat töltött sminkben. Ott van, aki a Galaxy sörzőjében játsza a... Igen, az a Pankrátort. Igen, őt is hát azt mondta, hogy úgy gyűlölte, 6 órát sminkelt. Meg ott van például Ahsoka is, hogyha nem menjünk annyira messze a Star Wars-tól. Hát, neki is láttam egy kis ilyen rövid videót, hogy felgyorsítva, hogy pakolták rá. Szóval az sem volt egyszerű, nem tudom. Megmondom őszintén, lehetne egyébként jobban belerakhatnának új fajokat, érdekesebb lenne, meg az az igazság, hogy a Star Wars azért egy végtelen lehetőség, mert ugye az univerzumban számtalan bolygó van, és a számtalan bonyodalom, számtalan lehetőség, meg izgalom, hogy kihozzunk belőle akármit. És megnézni a zölden világítani. Szóval ott még lehetne akár egy olyan is, hogy mit tudom én, egy olyan bolygó, mint a Föld, és hogy ott mennyire el vannak maradva a technikával, meg ilyenek, szóval, hogy így annak tényleg csak a képzeletet szabhat át. Igen, ez abszolút benne van, és megmondom őszintén, azért a Marvel is már olyan felé megy. Tehát, igen, de a Marvelen azon lehetett is érezni, meg ha jól tudom, ők azt mondták is, hogy nekik úgy, amikor elkezdték csinálni az univerzumot, ugye a Vasemberrel, akkor azt hiszem nekik egy ilyen 10-15-20 évre előre nekik így nagyjából így azért körvonalakban megvolt, hogy merre szeretnének haladni. Szóval, hogyha azért megnézed a Marvel-be, és én ezért szeretem nagyon a Marvel-t, mert lehet, hogy csak az egyik filmben, mit tudom én, ásít az egyik szereplő, most nagyon bagatell példát mondok, de lehet, hogy az majd egy 2-3 filmmel utána meg majd annak jelentősége lesz. Uh-huh. Szóval például a WandaVision-t én megmondom őszintén, hogy azért szeretem, mert azon a sorozaton érezhető, hogy azt nem azoknak a... Elnézést! Néha, aki belefér. A telefonom megszólalt. Itt ezt az egyet elfelejtettem. Addig szerencsétlenkedtünk itt ezzel az egész... Vagy én? Mit csinálsz? Addig szerencsétlenkedtem a beállítással, hogy a telefont elfelejtettem. Bocsáss meg! Tehát ott tartottunk, hogy van a Vision, igen? Igen, szóval, hogy szerintem azt nagyon jól megcsinálták, hogy ezzel a sorozattal nem új nézőket akartak bevonzani, hogy például valaki, aki nem ismeri a Marvelt, az kezdje el nézni, hanem ez a sorozat tipikusan azoknak a nézőknek készült, akik már szeretik ezt az univerzumot. Uh-huh. Eszméletlenül sok easter egg el van benne rakva. Uh-huh. És amiket nem ismernél föl, vagy megnéznéd, mert nem mondana semmit, csak azt hinnéd, hogy benne van. De közben, aki meg tudja és ismeri az univerzumot, az meg örülnek, hogy hé, látod, ott van a hidrás karóra például, most csak mondok valamit, ezzel nem árulok el olyan fú de nagy spoilert, és én ezeket nagyon élvezem.
Egyébként én nagyon szeretem azt, amikor mint rajongó meg van vakarva a buksi. Igen. Tehát például egyébként az új trilógiából van kedvenc jelenetem, és például az például abszolút az, amikor a Rey hallja a régi Jediket. Igen. Mert ott megszólal Ahsoka is, meg megszólal azért a Kanan Jarrus is a Rebelsből, és ezért azt éreztem, hogy azt mondta nekem a Disney, hogy jól van, megvakarom a buksit, igen, hogy meg megnézte. Az azért volt jó, mert tehát hogy ezt én úgy éreztem, azzal hogy kötötték kinyúlnak. Össze számomra végérvényesen az animációs sorozatot a rendes filmekkel is. És én ott éreztem azt, hogy na, tényleg volt értelme megnézni, mert tényleg a rendes sztoriba is belekerült. Úgyhogy igen, ez... És aztán persze ugye végérvényesen el lettünk kényeztetve most a Mandalorian második évadában, igen, ezzel kapcsolatban, mert itt tényleg már olyanok belekerültek, ami tényleg le a kalpaggal, hogy ez megtörténhet. Mondjuk igen, az igazság, hogy az utolsó résszel ezt azért hozzá kell tenni, hogy olyan kérdések merülhetnek fel az emberekbe, hogy én már tűkönülve várom, hogy miképpen fogják megválaszolni. Mert ott van például Grogu. Ugye most megnézzük, Grogu elment Skywalkerrel, hogy ő például meg fog halni? Vagy vele mi lesz? Mert az új trilógiában nem tudunk róla semmit. Szóval sanszos, hogy az új trilógiánál, mikor már ugye Luke elment remeteként, akkor már valószínűleg Grogu vagy valahol az univerzum ki tudja milyen csücskében van, vagy éppenséggel meghalt. Hát az ugye nem derült ki egyértelműen, hogy most hány évvel is járunk a... Hát hülyeséget nem akarok mondani, után, azt a halálcsillag, második halálcsillag után. Igen, hát úgy 5-6 évvel, szóval annyira, sokkal annyira nem. Rövid. Szóval, de nem biztos. Na ugye Kylo Ren karaktere is, igen, fontos. Igen, szóval, hogy én pont arra gondolok, hogy a Kylo Rennek a mészárlására, amikor ugye az új Jedi iskolába ugye kinyír mindenkit, és ugye Luke-ot is meg akarja ölni, hogy akkor mi van. Hogy én arra leszek nagyon kíváncsi, hogy azt hogy fogják megmagyarázni. Én megmondom őszintén, hogy a Mandalorianben nekem ez az egyetlen egy olyan dolog volt, amit kifogásoltam, hogy nekem annyira üdítő színfoltja volt a Star Warsnak, mondom, végre olyan Star Wars-os content, aminek a Skywalkerekhez semmi, de semmi köze nincsen. És amikor megláttam az utolsó részben az X-Winget, meg megláttam a fekete kesztyűs, zöld fénykardos csókát, onnan már tudtam, hogy az Luke, és én nem tudtam annyira maradéktalanul örülni ennek, pontosan ezért, mert mint láthattuk, a Mandalorian tud működni a Skywalkerek nélkül is. És nem kell tényleg minden egyes piszlicsáré, bolhafingot, tényleg, hogyha... Hát ez így... Tényleg, érted, egy légy elfingja magát az univerzumban, annak nem kell feltétlenül köze lennie a Skywalkerekhez. Jó, megpróbálom megregulálni, Krisztián, bocsánat. Az egyre srácok, hogy vagy Krisztiánnal együtt csináljuk, vagy kizárjuk, és akkor belenyávom. Úgyhogy ez így jobb. Bocsáss meg, érted. Ja, nem. Nekem abszolút megvannak ezek szokva. Vitatkoznék veled. Mert szerintem egyrészt elkerülhetetlen volt, hogy Skywalker oda kerüljön, Luke, a timeline miatt. Uh-huh. Másrészt le a kalappal a Favroék előtt, mert azt a gondolatmenetet vitték volna végig, hogy ezt nem merem bevállalni. Tehát egy teljesen átlag filmrendező azt mondta volna, hogy Luke Skywalkert én nem merem bevállalni, mondván nem, hát most máshogy nem tudom mondani, nem öntöm a nyakamba a szart a rajongóktól, mert Luke Skywalkert az vagy így, vagy úgy, de hogy izé prekoncepció. És a Filoniék már elérték tényleg azt a pontot, hogy hozzá tudtak ehhez nyúlni. És hozzá is mertek nyúlni. És tudod, mi a durva? Hát ezzel most bevállalták, mert igen, most van egy óriási nagy kérdőjel az idővonalon belül, amit meg kell oldani. Stb. Így van. De például csak egy példa, hogy szerintem például a Skywalkereket hogy lehetett volna kizárni ebből. Ugye tudjuk azt, hogy amikor Grogut felültették a látókőre, ugye a Jedi templomban. De a más nem tudott volna elérni, nem? Hát ugye Ezráról nem tudjuk, hogy ő éle vagy... Vagy hogy vele mi van, ugye még egyedül Ahsokát tudtuk, de ugye ő maga küldte oda őket. Viszont egy roppant egyszerű csavarral meg lehetett volna ezt az egészet csinálni, és én megmondom őszintén, hogy én ennek örültem volna a legjobban, hogyha Grogu úgy dönt, hogy ő elvágja magát az erőtől, és ő szeretne a fejvadásszal maradni. Nekem az például sokkal jobban tetszett volna, mint hogy most még egy Skywalkert berángatunk egy Star Wars-os. Igen, de kontenta. Ugye az meg egy kicsit így akadály is, mert Neverending Story lett volna, mert akkor néztük volna onnantól kezdve, mely a fejvadás csávó egy csecsemővel, mert azért a Grogu következő azért... 70 évben még persze, csecsemő lesz. Persze, de most ha megnézed azért egy fejvadász élete, nem feltétlenül unalmas, hogyha unalmas lenne, nem készülne Boba Fett sorozat. Igen, de én nekem olyan tetszett, hogy azért összességében én itt az epizódok nagy részében azt láttam, hogy
külterületen vagyunk, lövöldözés van, Western jellegű. Igen. És úgy be van sejtetve ez az erő, hogy van. És ez nekem elég volt, és nekem rajtul tetszett, hogy felépítették azt, hogy Luke megjelenített tényleg. A videóban is elmondta, hogy tényleg mint egy ilyen indián sámán érkezik. Tehát szerintem ez király volt. És szerintem ez nem bátor, és nem. Az a baj, hogy bármennyire is próbálom, és gondol, mint Mici Mackó, nem jut eszembe más megoldás, mint hogy Luke Skywalker berángassuk. Tény egyébként, hogy nagyon jól megcsinálták. Az tény és való, hogy én elmondtam, hogy én miért nem örültem volna neki. Viszont annyiból egyet tudok veled érteni, hogy egy merész húzás volt, mert ezzel egyszer olyan kérdéseket húztak a saját nyakukba, amiket valahogy meg kell válaszolni a rajongóknak. Hiszen tudod nagyon jól, hogyha egy rajongó mérges egy sorozatra, akkor ott olyan dolgok, olyan hülyeségeket tudnak csinálni, hogy forgassák újra a Trónok harcát, és petíciót csinálnak, érted? Jó Isten! És a Disneynek szerintem pont most nem is hiányzott, főleg Star Wars-ben. Szerintem egyébként még az egy jó opció lehetett volna, amit nem történik semmi. Tehát ez is okay. Lehet, hogy rak egy kérdőjelet, de amit nem történik semmi. És mondjuk megtaláljuk, hogy nem arra teszik a hangsúlyt, hogy ez a Baby Yoda és Jedi, uh-huh. hanem hogy ez a Baby Yoda, hogy akkor ez most mi? Érted? Tehát jönnök most milyen Igen. faj? Tehát mondjuk találni egy bolygótól ezek a lények élnek. Vagy Igen. találni egy történelmet, hogy ja, ezek olyan lények és marad belőlük már csak 20. Uh-huh. Érted? Persze. És akkor mondjuk az derül neki, hogy Yoda honnan származik. Igen, egyébként ez is tök jó lett volna, mert Yodának a fajáról nagyon keveset tudunk. Hát, legjobb tudomásom szerint Yodán és Grogun kívül azt hiszem egy vagy két karakter van, és nem is mindegyik a kánonban, hanem a Legendsben van, mert volt egy aki még a Jedi tanácsban volt egy nő. Igen. Én azt hiszem csak ők hármójukat tudom. Komment szekcióban nálam sokkal okosabb emberek, majd kifogok kevíteni. Írjátok már be a chatbe, kommentekbe, tényleg kíváncsi vagyok, de tudom, hogy van... Knights of the Old Republicsban is megjelent egy, ott volt egy ilyen fiatalosabb fajta. Úgyhogy én nagyon örülnék neki, hogyha erről a fajról kicsit részletesebben megtudnánk, mert például az én videóimban én azért hívtam Grogut Bélának, mert ugye nekem rengeteg Star Wars-os ismerősöm van, és sokan mikor már meghallották azt, hogy Baby Yoda, komán szegények így a hajukat tézgetik. Fú, ez egy teljesen kivőlogbukva ezen a jelenségen. És megmondom őszintén, hogy én valamilyen szinten megértem, mert most mit tudom én, hogyha te is látsz egy kisgyereket, akkor nem azt mondod, hogy az baby viking, hanem az, hogy egy kisgyerek. Pedig ugyanabból a fajból származunk mind a kettőt. Én ezt értem, de Yodánál ezt másik megfoghatatlan, és a másik az, hogy John Favreau nyilatkozta, mert látta a mémeket, meg a közfelháborodást, meg a komment tsunamit, hogy teljesen megengedett, hogy Baby Yodának hívjuk, mert hogy ők is a forgatáson Baby Yodázzák nagyon sokszor, és a másik az, hogy igen, az oké, nem hívom Baby Vikingnek, pedig egy fajba tartoztok, de azt tudom, hogy melyik fajba tartoztok. Persze. Tehát azt akkor mondhatom, hogy baby ember, igen. De a Yodánál nem tudok ilyet sem mondani, érted? Annyit tudunk, hogy van egy olyan, hogy a Yoda-szerű valami. Igen, ezért kellett volna neki egy nevet adni, én a Bélát adtam neki. A Béla nevű faj. Egyébként ez ritka női neve volt. Béla, kész. Abszolút, ez teljesen rendben van. Szerinted egyébként ezek a... Jó, most ne engednek, menjél, csak ne huncutkúdj, jó? Szóval szerinted ezeknek a Disney Plus-os sorozatoknak így mi a jövője? Nem lesz egy idő után? Sok. Azt hozzáteszem, hogy azt is fűz már bele, hogy biztos, hogy elég egy ilyen hosszú epizód. Mármint szerintem egy Mandalorianbe ciki. Tehát tartalommal annyira imádnánk a tartalmat, és akkor kapunk egy 30 percet, az... Hát, szerintem vékony. Úgy mint rajongó, azt tudom mondani, hogy kevés basszátok meg, többet. Tényleg ez a legegyszerűbb, amit tudok mondani. Viszont, a realitás talaján. Viszont hosszú távon ugye szokták azt mondani, hogy a jóból is megárt a sok. Aztán, hogy ezt milyen szinten tudják majd nekünk adagolni, hogy mennyi ideig tudják fönntartani az érdeklődését az embereknek, Az már a jövő zenéje lesz, de hogyha ezen a irányvonalon, ezen a minőségen maradnak, úgy, mint a Star Wars, úgy, mint a Marvel, akkor én úgy gondolom, hogy nagyon jól egy szintre tudják majd hozni a mozit a sorozattal. Uh-huh. Mert ugye most nagyon sok olyan ember van, akinek tényleg a mozi a minden, és a sorozatok annyira nem érdeklik. Ugyanez meg van fordítva. Uh-huh. Viszont szerintem ezzel is, én úgy gondolom, de lehet, hogy hülyeség, hogy ez leginkább a vírusnak köszönhető, hogy a sorozatot így fölhozták a filmeknek a szintjére, hogy szerintem
Én azt látom, hogy a mozi és a sorozat el fog oda jutni, hogy kézen fogva mennek egymás mellett, és nem el akarják nyomni majd a másikat, alapból soha nem is nyomták el egymást, de hogy együtt fognak tudni működni, és szerintem úgy fogják megcsinálni, hogy például a Marvelnél, hogy meg kell, hogy nézd a sorozatot, hogy értsd a filmet is. Ugye ezt is beszéltük, ha jól emlékszem. Igen, de ez érdekes nagyon a téma. És szerintem, hogyha már csak az üzleti részét nézzük, mint marketing, akkor is sokkal jobban megéri, mert most mondok valamit, van egy vasember. Jó, már nincs, de mondjuk van egy vasember, és mondjuk neki van egy filmje, megnézed, de mondjuk azt, hogy értsd a Vasember 2-t, meg kell nézned mondjuk a feleségéről készült sorozatot, mert abban történnek olyan dolgok, amiket, hogyha nem tudsz, akkor nem fogod érteni a második filmet. Főleg akkor, hogyha valaki erre azt mondja, hogy rohadjatok már meg, hogy nekem házi feladatot kell csinálnom ahhoz, hogy megnézhessek egy filmet. Mert például a új Star Wars trilógiában erre rengeteg ilyen dolog volt. Például mai napig nem derült ki, hogy hogy került oda a Luke fénykardja, mert hogy majd olvasd el a képregényt, ami azért nagyon durván réteg műfaj a képregény szerintem. Hát, meg ugye volt ez, hogy C-3PO konkrétan így jelenik meg az Ébredő Erőbet, hogy a piros a karom, hát ez egy másik történet. Akkor vagy elmeséled, vagy nem, de van egy kedves barátom, bocs, egy intermezzo, aki ebből is szakdolgozatot, ilyen filmkönyv adaptációk. És neki mond, és ő mondta, hogy van ez a Dumbledore lánya jelenség. Ez ő szokta mondani. És hogy az a lényege, ugye, hogy a hetedik részben van egy festmény, ami a Dumbledore, nem Dumbledore lánya, hülye vagyok, testvére, szóljatok közben, huga, igen, huga. És ő meghalt. És van az a festmény, megjelenik, és mondják, hát ő Dumbledore huga, és ő nagyon fontos, de ezt most nem mondjuk el, akkor ne kerüljön bele a filmbe. Tehát ez egy olyan információ, amit nem magyarázol meg, akkor fölösleges a filmbe. Akkor belekerülhet olyan, amit kibontasz, de ezt nem bontod ki, tehát fölösleges, hogy benne legyen. Ezek szerintem ezeket a dolgokat azért csinálják így, hogy fölkeltse az ember érdeklődését, viszont az előzőre visszatérve, amit mondta, hogy kvázi házi feladatot kapsz. Igen, erre gondolok, igen. Én úgy gondolom, hogy azokat, akiket érdekel, azok úgy is meg fogják nézni. Most maradjunk annyiba, hogy szerintem, amit te mondtál, hogy képregényt is kell olvasni, azt már én is soknak érzem. De addig, amíg tényleg csak sorozat és film között kell válogatnod, addig úgy gondolom, hogy az emberek inkább örülni fognak annak, hogy fú, milyen jó, még több kontentet kapunk. Uh-huh. Mert alapból mindenki azért sír, hogy miért csak ennyi kontent van, miért csak annyi kontent van, holott el vagyunk látva kontenttel tényleg. Szerintem az emberek többsége ennek örülni fog, de lehet, hogy hülyeséget mondok, én személy szerint ennek nagyon örülök, hogy ezt így csinálták meg, mert én megmondom őszintén, hogy sok esetben én már inkább sorozatpárti vagyok, mint filmpárti. Uh-huh. Szóval így, nem tudom, nagyon, de nagyon sok jó film van, nagyon sok olyan film van, amit moziba néztünk, de hát aki ismer, az tudja nagyon jól, hogy a Gyűrűk Ura, ami már 15-20 év körüli, 20-20-20. Szóval 20, nekem az volt az egyik legnagyobb mozis élményem, ami talán megütötte úgy az ő mércéjét, így alulról egy picit így megsimogatta a talpát, az talán az Avatar volt. De viszont, az mozis élményként, igen. Nem mint film, igen, hanem mint mozis élményként, igen. Viszont sorozatokban a Gyűrűk Ura az nem sorozat, de ugye sorozatokban azóta sokkal több olyan sorozat van, amit hogyha megkérdeznek, hogy milyen sorozatokat szeretsz, akkor sokkal többet tudok már elmondani róla, és úgy érzem, hogy a sorozatok jelenleg sokkal nagyobb szerepet foglalnak az én életemben, mint a filmek. Ez szerinted egyébként más embereknél is így van? Tehát ez szerinted egy tendencia lesz, hogy a sorozatok az így elfoglalt az időt és energiát, így... meg embert? A baráti körömben nagyon sok olyan ember van, aki... De érezted, hogy ez nőtt ez a számuk? Igen. Uh-huh. Szóval én nem azt mondom, hogy ebben az elmúlt évben, én ezt már egyébként így a Trónok harcától kezdem érezni, hogy sok ember már tényleg sokkal inkább azon van, hogy sorozatokat néz, mert például most ott van, hogyha csak magamból indulok ki. A párommal mi, hogyha leülünk vacsorázni, akkor mi mindig kiválasztunk egy szitkomot, már befejeztük az Így jártam anyátokat, most az Agymenőket nézzük, és hogyha belegondolsz egy vacsora azzal, hogy megcsinálod, megeszed, elmosogatok, az durván egy ilyen 20 perc, fél óra, és abba egy szitkom rész, egy sorozat rész, mert például egy Mandalorian is simán beleférne egy kajálásba, úgy sokkal jobban emészthető, és sokkal inkább
hogy mondjam így, ebbe a rohanó világba sokkal egyszerűbbnek tűnik, hogy leülök kajálni, és akkor megnézek egy sorozat részt, mint az, hogy leülök kajálni, elkezdem a filmet, de a filmet már nem akarom leállítani, mert nem akarom leállítani, de közben elmennék kaja után, elszívnék egy cigit, stb. Stb. A sorozat résznél viszont érted, kajálunk, ha még be is fejeztem, van belőle öt rész, vagy öt rész, hülye vagyok, bocsánat, így kezdődik, perc. Így kezdődik azért. Van benne mondjuk 5 perc, akkor azt fogom megnézem, és utána megyünk ki cigizni, és megyünk csinálni a dolgunkat. Én ezért jobban szeretem a sorozatot, meg azért, mert jobban ki lehet benne bontani a dolgokat. Itt a picikét itt a végére, záró kérdésként, két témán belül hogyan tovább? Tehát egyrészt szerinted ezek a sorozatok hova fognak futni? Tehát szerinted hova lehet ezt még tovább fokozni? Mert most ezt a dömpinget, amit bejelentett a Disney Plus, hogyha ezt tényleg tartják, akkor az lesz, hogy még be se fejeztem a WandaVision, de már fog kezdődni ez, aztán azt még be se fejeztem, már az lesz, már észre sem fogom venni, és el fog telni egy év, úgyhogy végignéztem sorozatokkal. Tehát egyrészt ezt hova lehet fokozni? Másrészt pedig, hogy nálad hogyan tovább? Tehát, hogy ott a Kocka stúdió tájéken hogyan tovább? Uh-huh. Ez a kettőre vagyok kíváncsi, jövőre nézve. Nyugodtan igen. Hosszasan kifejtve, a sorozatokban úgymond nem tudom azt mondani, hogy otthon vagyok, ez számomra csak egy ilyen szeretet. Én nagyon örülök neki, hogy tényleg vége van az egyik sorozatnak, és már kezdődik a másik. Tehát akkor te szereted ezt a igen, contentet. Némileg én megmondom őszintén, hogy ez önös érdek is. Ja, mert ugye vége persze. Volt a Mandaloriannek, elmentünk egy kis karácsonyi szünetre, aztán kezdődött a WandaVision, és így én is folyamatosan tudom csinálni a kontenteket. Én ezért is örülök neki, amúgy is örülnék, hogyha nem csinálnám a csatornát, úgyhogy az első kérdésedre ez a válaszom. Aztán a jövőben, így a Kocka stúdióban így a tervek, hát szeretnék kicsit jobban majd kimenni a játékok felé is. Hát most a sérülése, mert hát így nehéz a VSD-t nyomogatni. Megától, viszont most így a közeljövőben ilyen, hát, most így milyen fog hangzani, de tényleg most így gondolkozom, hogy mit mondjak, nem újdonság, mert a kibeszélőink is podcastnek mondhatóak, de lesznek most olyan podcastek, amik nem sorozatcentrikusak, hanem mondjuk kiválasztunk egy bizonyos témát, és akkor arról beszélgetünk. Én úgy gondolom, hogy a podcastnek egyébként nagyon jó jövője van, így YouTube-os verkekben. Ezt a műfajt én is nagyon szeretem. Nagyon sok ismerősem van, aki szereti, én is nagyon szeretem, mert például a ti podcasteteket is, ugye mondtam neked, munkába tudok zenét hallgatni, és nekem sokkal jobban elmegy az idő, hogyha podcastet hallgatok, nem pedig zenét. Én alapból például filmet szoktam hallgatni munka közben. És én ezeket nagyon szeretem, és nagyon sok ismerősömtől megkaptam azt például, hogy ő nem bánja azt, hogy hosszúak a mi kibeszélőink, mert azt hiszem te is mondtad, hogy vezetés közben hallgattad, meg... Volt, aki vezetés közben, más én is mondta igen. Nekem ismerősöm, hogy munka közben meghallgatja, meg persze. Ilyesmi. Úgyhogy én nagyon szeretem ezt a témakört, meg ezt a műfajt, bocsánat, megtaláltam végül a szót, meg ugye azért is, mert vannak ugye nagyobb projekttervek, amikről még beszélni nem szeretnék, mert nem akarom azt, hogy olyan legyen, mint a Cyberpunk, hogy majd akkor. Viszont a podcastben én azt szeretem, hogy azt nem nagyon kell vágni. Tényleg például ott volt a Baki, mikor Óvé Zolival csináltuk, hogy leesett a mögülünk a kép. Azt se vágtam ki, mert... Berakom ide az ibetűhöz ezt a konkrét részt. Mert szerintem ezek kellenek bele, és szerintem ezek jó pofa dolgok. És akkor, hogyha van a podcast, ugye azt én legalábbis megvágom az elején, megvágom a végén, ha közben van valami nagyobb, tényleg azt kivágom, de az mondjuk durván a vágás az megvan egy fél óra, háromnegyed óra alatt. Hát mert azért, mert szerintem egy ilyen podcastben pont az a lényeg, hogy élő. Igen. Hogy nem igényli azt, hogy belenyessek, mert igen, hogy, mert hangozzon attól, el minden. Például az, benne. Hogy most az előbb én is így belebakiztam, nem találom a szavakat, meg ilyeneket, de most könyörgöm, emberek vagyunk. Na, idegülök már, hát figyelj, hát ez egy borzasztóan kellemetlen megoldás, de lemerültünk. Tehát, hogy nagyon nagy tapasztalat, hogy a HDR jobban fogyasztja a jogot, de még kísérletezek a technikával. Úgyhogy egy ilyen kiköszönés erejéig akkor még ide visszajöttünk. Máté, most ilyen pillanatban nem tudom, hogy melyik mondatunknál akadtunk meg, de nagyon köszönöm, hogy itt voltál. Én köszönöm szépen, hogy Természetesen lehetem. Máténak minden elérhetőségét, Vikingnek Máténak, nekem Máté maradt, bocsáss meg nekem, kérlek,
de hogy minden elérhetőségét a YouTube csatornájának, Facebook oldalának és az Instagram oldalának a linkjét a leírásban meg fogjátok találni. Mindenféleképpen kövessétek be, mert fogunk még egymással kooperálni, tehát hogy tényleg érdemes követni egyébként a csatornát, de nem csak ezért, hanem tényleg nagyon jó kontentet gyárt a Máté, és hát feliratkozás, like elhangzott a videó elején, valószínűleg ilyenkor már csak édesanyám nézi, úgyhogy nem vagy. És ez volt a Kocka Asztal Podcast itt a hétköznapi Kocka nevű YouTube csatornán, és legközelebb is tartsatok velem, velünk. És szerintem annyit mondhatok, hogy későbbiekben is szerintem leszem még egy vendég, nem vagyok elzárkózva, mondom attól, hogy úgy visszahívjunk új embereket ebbe a dolgon, vagy régi embereket. De ettől függetlenül a Kocka Asztal Podcast az hamarosan újra jelentkezik, megpróbálom tartani a hetente való videót, de nem ígérek semmit, mert a végén még Cyberpunk lesz. Ahogy már elhangzott, így van. Úgyhogy köszönöm szépen, sziasztok! Sziasztok!